Na szóval sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Nos, hát most már ugye nagyon a nyári tábor végét járjuk. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy itt lenne az ideje, hogy beszerezzünk mindent, ami elérhető volt nekünk a táborban. Ugye ez a tábor, ez kifejezetten nem jött túl sok hát aktivitással, de helyette rengeteg tárgyat hozott nekünk az SSO. Ugyan a legtöbb az egyébként csak átszínezés, szóval nagyjából ugyanaz a set kinézete, annyi, hogy ugye mások a színek benne. Minden esetre még egyébként tavalyról van egy-két bepótolni valóm, úgyhogy ezt az 580 darab nyári zsetont, ezt szeretném is elkölteni. Idén kaptunk ugye egy gyönyörű szép western felszerelést, hát csókolom, egy rózsaszín western felszerelést, hát nem is kérdés az, hogy western felszerelést kaptunk, ugye western táborban. Ellenben valami fantasztikusan kinéző, barbis, csodálatos szettel áldott meg minket a SSO. Pusztítom a pociukat innen is, úgyhogy már is megmutatom nektek, hogy hogyan is néz ki az idei ingyenesen elérhető szett. Valahogyan így néz ki ez a tömör gyönyör, már is közelebb viszem a kamerát egy kicsit, valahogy így. Tehát nagyjából így néz ki. Szerintem egyébként nincsen vele nagy gond, szerintem nem néz ki rosszul, biztos, hogy bizonyos lószíneken sokkal jobban mutat, mint kedves aranyhalon. Szerintem megvan a helye és ideje ennek a szetnek, bár valószínű, hogy engem ebben sokat nem fogtok látni. Tudjátok, amit a tavalyiakat utoljára hagyjuk, nézzük meg először azt, hogy mi jött be újdonságként. Vannak itt még a vidéki porontyoknál különböző új, vagy hát nem is feltétlen új, de nekem új kiegészítők, úgyhogy ezeket is megvesszük, ezek ilyen kis állatok, hát idézőes állatok táskába. Például itt van egy szett, amiben található egy kis szörnyriasztó, térkép, távcső, valamint iránytű, és ha jól látom, egy kis levendula is talán az akar lenni. Van itt egy terelő csalétek készlet, ez ugye különböző réti fűből és virágokból áll. Van itt nekünk egy renegát készlet, ami egy könyvből, és ha jól látom, mögötte néhány papírból áll. És elfogyott a nyári zsetonom. Hát puszi mindenki pociára, hát ez hogy működik? Hát én itt nagy matekozásokban voltam, hogy biztos, hogy jó legyen. Minden esetre van még ugye még egy idézős kis állat, ami egy ilyen arany bányászos dolog, tehát egy csákány van benne, illetve néhány arany rög. Nem tudom közelebbről megmutatni, úgyhogy csak így tudom megmutatni. Igen, kérlek szépen mondd el, hogy mi a baj, mesélj. Örülök, hogy megbeszéltük. Na most egyelőre én visszaveszem itt a kis szexi szettemet, Chip-Chip Sheriff-fel, és nézzük meg a vadnyugati tábor üzletet, ugye ennél a boltnál fogjuk megtalálni azokat az új felszereléseket, amik bejöttek, viszont nem nyári zsetonból megvásárolhatóak. És hát igazándiból jött be kettő darab szett, hogyha jól látom, egy fekete, illetve egy sötétkék szett, illetve ezek már ugye tavalyiak, de amúgy itt lehet megvenni a tavalyi kendőt, ugye amit a renegátoktól kaptunk, ez 150 IS-be kerül. Minden esetre most vegyük meg az idei szettet. Nincs valami, amit az itt olcsóban meg tudok venni 2005-ért? Vagy ne kelljen kidobni a pénzt? Nem? Semmi? Nem? Az volt egy invédő, mindegy. Most már így jártam. Igen, mi kell még? Kontár. Még ebből veszünk le egyet, és akkor a nyeregtáska is megvan, és akkor utána lovasra kellene még itt egy pár cucc. Nincs még négyezer, valami, amit nem tudtam. Ott nincs. Hát akkor lesz egy ilyen invédünk.
És akkor, hogyha minden igaz, jöhet is az utolsó idei item, ami így limitáltan ide érkezett. Na, nézzük, rakjuk össze ezeket a szetteket, hogy hogyan is néznek ki. Ugyan most egy kicsit káoszosabban helyeztem el, de hogyha minden igaz, akkor... Opa, az nem, az sem. Ez igen, így, meg így, és így. Ez így az egyik szett, amit meg tudtunk vásárolni, csak hogy a nyereg a látét nem stimmel. Így. Tehát ez így az egyik szett, amit meg tudtunk vásárolni, ugye ez egy fekete-fehér szett, szerintem amúgy nincsen vele semmi probléma. Ugye tartozik hozzá egy Western nyereg, egy Western nyereg a látét, egy invédő, illetve egy bózel. A lovasra pedig ugye természetesen a kalap és a csizma, meg minden olyan Western tematikájú. Szerintem amúgy nem rossz, szerintem ezt a szettet még akár fogom is használni. Illetve hát ugye van a másik szettünk, ami egy fehér-kék szett. Opa, rossz kantár volt a fekete szethez. Jól látom, de mindegy. Az a szett, ha minden igaz, így néz ki. Ez a teljes szettje. Ugye ez egy előző, az előző verziónak egy teljes átszínezése, annyi, hogy ez most nem fekete-fehér, hanem sötét-kék és fehér. Ez se rossz, ennek is látom a kis hasznát, szerintem vannak benne nagyon jó elemek, úgyhogy mindenféleképpen fogom használni később. Illetve, hogyha minden igaz, akkor ide a globális üzletbe került be egy-kettő új Western nyereg, nyeregalátéttel, kantárral együtt, illetve új nyeregtáskák is érkeztek be, úgyhogy ezt is lehet vásárolni. Továbbá a ruházatokhoz, ugye a lovasnak kerültek be még Western felszerelések. Szerintem nagyon-nagyon jól néznek ki, és ezek olyan felszerelések, amik örökre bent fognak maradni a játékban, úgyhogy ezt bármikor meg lehet venni. Amik itt vannak a fesztiválon, azok egyedül limitáltak, és onnantól csak majd a következő év június-májusában lehet megvenni. Viszont ha minden igaz, akkor ezzel ki is maxoltuk, ugye szerdán egy hete megvettük az összes tyúkot, hogyha minden igaz. Meg igen, ezt megvettük. Ugye, hogyha minden igaz, itt is megvettem Blaze-t, valamint Henriette-ékat is, ugye el is tűntek. Gerinél ugye nem tudok semmi olyat venni, úgyhogy őszintén megvettünk mindent, amit meg lehetett venni ezen a csodálatos és gyönyörű eseményen. Hát nagyjából ennyi volt. Igazániból már nem egyszer elmondtam, hogy az idei év az csalódott eltett, viszont legalább lett kettő új szettem, és nagyon sok órányi fénykeresgélés ment ki az ablakon, de legalább ezek is megvannak. Sőt, ugye három szettem lett az ingyenes szettel együtt. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Bízok benne, hogy a legközelebben találkozunk, úgyhogy eddig is, sziasztok!